Közös imával, kulturális programokkal emlékeztek meg az egykori Böződújfaluról augusztus első szombatján. A vízzel elárasztott falu egyik jelképe, az összetartozás temploma még épül, a tervek szerint őszre készül el. Voltunk, vagyunk, leszünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Böződújfalu egykori lakói, azok leszármazottjai, hozzátartozói, a Kopjafa falu készítői gyűltek össze augusztus első szombatján, hogy a vízzel elárasztott falu felső felénél álló emlékparkban fejet hajtsanak az egykori település emléke előtt. Szombatfalvi József nyugalmazott lelkész, a Kopjafa falu létrejöttének kezdeményezője, Híradónknak elmondta, az 1991 óta minden évben megtartott esemény nagy szerepet játszik a közösség erősítésében. Nagyon fontos nekünk, hogy hazajöjjünk, és együtt legyünk egy kicsit, szembenézzünk egymással, találkozzunk, bíztassuk egymást, vigasztaljuk egymást. Öröm is van ebben a találkozóban. És most is, ahogy elnézzük, ugye hozzák a virágaikat, és elhelyezik a kopjafáknál, mert 2015-re felépülhetett a Kopjafa falu is, hogy még egyszer végigjárhassuk szülőfalunknak utcáit, háztól házig, templomtól templomig. Az eseményen jelen volt és köszöntő beszédet mondott, illetve összefoglalta a Böződújfaluban történt tragikus eseményeket Mile Balázs konzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében. Balázs Antal nyugalmazott tanító és fafaragó, aki a Kopjafa falu létrejöttét támogatta 37 kopjafával. Székely Csaba fafaragó, aki a Csíki medence faragóit mozgósította, illetve Csibi Attila Zoltán, Erdőszent György polgármestere, aki az esemény keretében bejelentette, folytatják az összetartozás templomának építését. Hát gyakorlatilag ami hiányzik jelen pillanat, az a torony rész, hiszen a templom, amiről beszél mindenki, az valójában egy nyitott hajó rész lesz, amit az újfölösök úgy kértek tőlünk, hogy ne zárjuk be, hogyha bevennek ők a hajó részbe, mondjuk az épület részbe, akkor ki tudjanak nézni minden irányba, és lássák azokat a tájakat, vagy éppen a síralmas víztükröt, ami számukra nem a pihenést jelenti, és nem a szórakozást jelenti, hanem a fájdalmat, minden látszódjon, és ne zárjuk be a templomot. Hozzátette, az épülő 18 méter magas torony adományokból készül el. Az átadás határideje az adminisztratív akadályokat számításba véve 3-4 hónapra becsülhető.